Meglehetősen nagy vargabetűvel jutottál el a borászathoz. Gondolom szakmai pályafutásod sok érdekes tanúsággal szolgál. Nagyon sok tapasztalattal, hiszen családi vállalkozásunknak köszönhetően azt mondom, hogy a szakma csinyát, binyát, aptaját, fatíjait elsősorban otthon a családi vállalkozásban lehet megtanulni, meg hiszen rengeteg tapasztalatot lehet borversenyeken, borbírálatokon és így a fesztiválokon szerezni. Hogyan lettél borász, hisz először nem ennek tanultál, úgy tudom. 5. diplomaként, amit büszkén mondhatok, most a Corvinus Egyetemen a szőlészborász szakmérnöki képzésen most fogok diplomát szerezni, hiszen családi vállalkozásunkat egy kell lévén én fogom továbbvinni, és így a borászat rejtelmeibe is mélyen bele kellett tanulni. Mi az első 4 diplomád, és miért nem rögtön a borászattal kezdted? Nemzetközi kapcsolatok, közgazdaságtan, minőségbiztosítási menedzsment, illetve a közgázt vittem tovább egyetemi szinten, mert az első az egy főiskolai szintű képzés volt. Végül is azért, mert tehát ez egy elhivatottság, és kedvelni, szívvel, lélekkel kell ezt a foglalkozást továbbvinni, és első ambícióim nem ilyen irányúak voltak. Szerettem volna más pályán elhelyezkedni, de menet közben megkedveltem ezt a gyönyörű hivatást, és szeretném továbbvinni és öregbíteni a Sajgó Pincészet hírnevét. Ráadásul azok a szakképzettségek, amiket itt az imént felsoroltál, nagyon jól jöhetnek a későbbi borászati tevékenységedhez is. Elsősorban a marketinget lehet, vagy tudom hasznosítani, hiszen azt szokták mondani, hogy jó bornak is kell a céged, és igenis marketing tevékenységre nagyon-nagyon sokat kell áldoznunk, fordítanunk, hogy még jobban tudjuk egész hegyaljának, illetve a magyar borászatnak a helyét a világ színvonalban, vagy világszinten is elhelyezni. Hogyan kezdődött a borászatban a gyakorlati tevékenységed, és meddig jutottál mostanra? Természetesen helyi szinten kezdődött, tehát részt vettem a helyi borversenyeken, elsősorban csak mint nevezőként, majd később borbírálóiként, és egyre jobban beletanultam, belekedveltem ebbe a szakmába. Nevemet is egyre több helyen megismerhették, és így mondhatom most már, hogy országos és nemzetközi szinten is kezdik megismerni a nevemet, hiszen nemzetközi borbíráló versenyekre is meghívnak. És otthon a pincészetben milyen feladat hárul rád elsősorban? Elsősorban a marketing és a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos ügyek. Még a borászatban kevésbé veszem ki a részemet, hiszen azt édesapám végzi aktívan. Számodra a borászat melyik része, mely tevékenysége a legcsábítóbb, legvonzóbb? Elsősorban a bort különlegességeknek a készítése, hiszen szeretnék egy kutató munkát az asszúborok készítésével végezni, és hogyha az égiek is segítenek, hiszen nem minden évben keletkezik terem asszú termés, és hogyha az éven lesz, akkor szeretném ezt a kísérletet elvégezni. Édesapád is kiváló borász, meglehetősen határozott elképzelésekkel. Hogyan tudtok szót érteni? Nagyon jó a kérdés, és én nem szeretek öntölt falazni nehezen, hiszen nagyon sok vitánk származhat akár a borkészítésből, akár az értékesítési oldalból, hiszen pincészetünk elsősorban az oxidatív, a hagyományos borélelési technológiát részesíti előnyben, de sajnos a piac követelményeinek meg kell felelnünk a friss, üde, fiatalos, gyümölcsös borokkal, és itt azt mondom, hogy egy kicsit büszkén mondhatom az édes Krisztina küvét, ami az első borunk volt, amit közösen készítettünk édesapámmal, amely most a 3. világ és egyházi borok borversenyén nagy aranyérmes lett, illetve a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének a Vándor díját kapta meg. Ha már az újdonságoknál tartunk, akkor a Sajgó palettán látunk egy olyan különlegességet, ami még Tokaj hegyalján sem túl gyakran fordul elő, nevezetesen a fordítást. Egy 2001-es évjáratú fordításunk van, amelyet a tavalyi év decemberében hoztunk a fogyasztók elé, akkor palackoztuk le. Büszkék vagyunk erre a borra is, hiszen a Tokaj borvidéki borversenyen
a érdemes borok között megállta a helyét, és nagyon kedvelt a fogyasztók között, és valóban igazad van, hogy kevés borász készíti, bár nem tudom, hogy miért, hiszen rengeteg olyan fontos nyomelemet és beltartalmat tartalmaz még az első kipréssel és utána az asszú bor, hogy én bátran ajánlom bármely borászatnak, hogy vágjon bele és készítsem fordítást, hiszen a fogyasztók kedvelik, és nagyon szép gyümölcsös bort lehet abból is készíteni. Ha már itt tartunk, akkor hogyan készül a fordítás? Először is ugye az asszú szemeket, az asszút azt úgy készítjük, hogy az összegyűjtött válogatott asszú szemeket felöntjük új borral, illetve musttal. Ezt amikor kipréseltük, kifordítottuk a présből az asszú szemeket, az asszú tésztát, és újra felöntjük, feláztatjuk, és kipréseljük, ebből készül a fordítás. Az asszú szemeknek a minősége az az elsődlegesen meghatározó, hogy azon az éven lehet-e, vagy érdemes-e inkább készíteni fordítás, hiszen nem minden évben születelhetünk kiváló, illetve nagyon jó minőségű asszú szemeket, ami meghatározza a fordításnak is a beltartalmát, és merem ajánlani, és büszkén mondhatom, hogy a mi fordításunk meghaladja egy három puttonyos asszúnak a beltartalmát. Ha újdonságnak nem is nevezhetjük, minden esetre egy újfajta elképzelésnek, kezdeményezésnek tekinthetjük a Tokaj hegyalján megfogalmazódott nagy száraz furmint igényét. Szeretnének a tokajhegyaljai borászok egy egységes képpel megjelenni, hiszen nagyon széles a borpaletta, és főleg a külföldiek számára, akik nem ismerik a magyar borokat, főleg a tokai borokat, nehéz kicsit elmagyarázni, hogy miért más-más pincészeteknek az ízlésvilága ugyanazon az évjáraton, ugyanolyan elnevezéssel, és ezért indította a Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület ezt a nagy száraz furmint bortesztet, hogy meghatározhassuk a borászok számára, hogy igenis milyen karakterekkel, milyen jegyekkel kell ellátva lennie egy igazi nagy száraz furmint bornak. Végeredményt még nem igazán tudok, hiszen a Corvinus Egyetem fogja kiértékelni a bírálati lapokat, de a mi bizottságunk alapján elsősorban a friss, gyümölcsös jegyű borok kaptak arany, illetve nagy arany helyezést. De azért lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet. Ha jól értem, akkor arról van szó, hogy Tokaj hegyalján túlságosan sokfajta száraz furmint születik. Ez feltétlenül baj? Nem feltétlenül, hiszen a fogyasztóknak más-más az ízlésvilága, és mindenkinek meg kell találni az ízlésének megfelelőt, és nekünk borászoknak ezt ki kell elégíteni. És éppen ezért én mondhatom, hogy két bázisra szakadt ugye a hegyaljának a borászata, akik a tradicionális oxidatív borjellelést helyezik előtérbe, vagy az új stílusú, fiatal, gyümölcsös borokat készítő borászok. Én azt szoktam mondani azoknak a fogyasztóknak, akik a pincészetünkhöz ellátogatnak, hogy igenis menjenek el más pincészetekhez, és kóstolják meg azokat a borokat is, és csak akkor tudják, hogyha összehasonlították, mind a kettőt megkóstolták, akkor tudnak egy egységes képet kialakítani önmagukban, hogy melyik ízlésvilágú borok tetszenek nekik. Édesapádhoz hasonlóan te is meglehetősen erős egyéniség vagy. Feltételezem, hogy a pincészet filozófiáján már érezhető a te szemléleted is. Mit jelent ez mondjuk a gyakorlatban? Például a közeljövőben várhatóak-e további újdonságok? Igen, mint ahogy az elmúlt évtől folyamatosan elkezdtünk egy új arculat tervezést. Ez már a pincészetnek az új logóján is látható. Szeretnénk egy új címkecsaládot is, illetve prospektus, díszdobozokat. Elsősorban így a kivitelezésbe szeretnénk egy új dizájnt, egy új stratégiát a fogyasztók elé tárni. Remélem, hogy pozitív irányba fog ez változni.